Üdvözlök, ismételten mindenkit. Régen volt ilyen videók. Mi is történhetett? Az történhetett, hogy egyre jobban a munkás réteg kezdett megrontani, mert egyszerűen nem voltam arra képes, hogy egy héten legalább 42 percen át menjek, és közben saját témákat hozza fel, majd a sajátok, egyszerűen az agy kapacitásom kezdett csökkenni. És emiatt lesznek a mai témák, lesznek szó. Eddig is hallatszottak már 2 vagy 3 évvel. Már! Aki nem mozog sokat, nem néz természetes képet. Komoly gondjai lesznek, csak annyi, hogy ez olyasmi, amit nem veszik észre az egyén olyan 10-20-30 év után, hanem megírja olyan 50 év fölött van, vagy 60 év, és már egyszerűen az agy annyira romlott lesz, hogy nem fogja tudni felfogni, amit egyszer mondasz neki. Egyszerűen sztrókot kap. Egyéb más elváltozások lesznek rajta. A szeme nem lesz annyira jó, hogy lássam valamit. Nagyon sok minden van. De nagyon sok minden kihatásra vannak. Szerzeltre nem mozog az ágát, nem mennek az izom, nem termel anyagot az agynak, és már is már gyengébb lesz jóval az agykapacitás. Nem ilyen legelső sorban, nem ilyen 45 IQ szintű betanított és ilyáknak mondok, egy helyben álló munkákról beszélek, hanem komolyabbról. Nagyobb agykapacitásra van szükség. Nincs meg a napi egy orosza mozgás, futás, kb. Fél óra tehercipelésből, egy is fél óra. Ez meg lehet. Bármikor. Munkaszükséglet. Nem kell elkémeskedni. Kényelmeskedni. Magatokat. De nem, ez a virtuális világnak a hatásaira. De szó, egyszerűen azt lássátok, hogy mindenhol autóval jártok, nektek is autóval kell járnotok. Azt, hogy mi lesz veletek, azt nem mutatják be. Ilyesmit el kell hallgatni. Mindennek megvan a következménye. Nem úgy van, hogy nem történik semmi se, hanem történik. De múltban csináltál, kiadta a jövőre is. Nagyon sokan a pillanatnyi jelenben voltok. Júj, most még van ez, jaj de jó. És örültök annak, amit a jelenben megkaptok. Hát komoly gondok vannak ott is. És ezekről lesz szó a mai videó készítésekben. Szó főleg. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!